Szeretettel köszöntöm a kedves Érhangja Televízió nézőket. Értéka magazinunkat láthatják, amelyben ma a Lüster manufaktúrát fogjuk Önökkel ismertetni, ebben pedig segítségünkre lesz a műhely egyik alapítója és megnyitója, Hausmann Cecília. Szia, Ceci! Szia, köszöntöm a kedves nézőket is. Hogyan szólíthatlak? Ceciliának, vagy Cecinek, vagy Cilkának? Cilkának szoktak szólítani, nyugodtan maradhatunk ennél. Jó, rendben. Teljesen. A Cilka nagyon korai időkről ismertem én meg a ti műhelyeteket és a ti műhelyötleteteket, és a nyitás óta követem, és nagyon megfogott a brand elnevezés. Ez a Lüster, ez nagyon műhelytitok, vagy elárulod nekünk, hogy ez honnan ered? Egyáltalán nem titok, bár itt rengeteg titok van, mert egy műhely vagyunk. Hát a Lüster, az két dolgot is jelent. Egyrészt ezt az egybúrás lámpát, ami a plafonról lóg, ennek az egyik neve az, hogy Lüster, egy nemzetközi neve. Illetve a Lüster az a fényes díszmáz, amit mondjuk a zsolnai, a ozimmázas csempéken is láthatunk, vagy mondjuk egy porcelántányérnak a szélén az aranyozás, az is Lüster, és akkor azért választottuk ezt a nevet, mert ez valahogy a világítás technikához is, és a porcelán készítéshez is kapcsolódik. Még nem nagyon használtunk lüstermázat, de majd fogunk hamarosan. És nagyjából ez a név története. Igen, mert hogy a lényeget a bevezetőben nem lőttem le egyből, a fő poént, ugye, hogy a műhelyetek a nagyon egyedülálló módon Romániában villanykapcsolókat és konnektorokat, áramforrásokat gyárt, és nem csak. Milyen anyagokból dolgoztok, mi a különlegessége annak, amit gyártatok itt a műhelyben? Szinte kizárólag porcelánnal dolgozunk, illetve a konnektoraink és a kapcsolóink azok porcelánból vannak. De megrendelésre egyebeket is készítettünk már, csempéktől kezdve, botanikai táblácskákig, meg edényeket is akár, de nem ez a fő irányunk, hanem ez a konnektor és kapcsoló gyártás, ami az országban elég egyedi, illetve más ilyen cég nincs, és más brand, ami ilyeneket forgalmazna, és Európában sincs túl sok. Mennyire volt ez a nagyon egyediség egyértelmű számotokra, amikor belevágtatok ebbe a vállalkozásba? Hát azt hiszem, hogy tudom, hogy nem ez volt a kérdés, de azért akkor egy kicsit kitérnék arra, hogy hogyan is jött létre ez a vállalkozás, mert csak akkor tudom ezt a kérdést megválaszolni. Kérlek. Hát úgy volt, hogy egyebekkel foglalkoztam, és aztán jött egy Európai Uniós pályázat, amit ez a Startup Plus programon belül volt, és a Creedbiznek hívták egyébként a pályázatot. És arra jelentkeztünk. Lehetett mindenféle ötlettel menni. Amikor nekivágtam, akkor még nem is tudtam, hogy miről lesz szó, vagy egyáltalán mivel vághatnék bele, de volt egy sor remek, megvalósítatlan ötlet a tarsolyomban, ami szerintem mindenkinek van, és ezt sikerült kiválasztani ezek közül, és a legnagyobb meglepetésemre meg is nyertük, mert a férjemmel együtt nagyon sokat gondolkoztunk közösen ezen a dolgon, de én voltam a dolognak a hivatalos irányítója, és vagyok máig a zászlóvivő, igen. És rendesen utána kellett nézni azért, hogy kik vannak a piacon, ki mit csinál, mi az, ami hiányzik, mi az, amit esetleg másképp csinálhatunk, mint mások. Úgyhogy a konkurenciát felmértük. Igen, az üzleti terv részeként fel kellett azt is mérnetek, hogy van-e ennek az ötletnek helye a piacon, ha már egy sikeres vállalkozást szeretnétek. Igen, reméltük, hogy van, és úgy tűnik, hogy talán van is. Akkor még így csináljátok a helyet magatoknak gyakorlatilag? Milyen a fogadtatás a nagy közönség részéről? Hát elég jó, elég pozitív. Nem tudom, hogy nincs üzleti tapasztalatom, tehát nem tudom azt mondani, hogy máskor könnyebben ment, vagy nehezebben, tehát tényleg nincs összehasonlítási alapom, de azt látom, hogy az emberek érdeklődnek iránta,
hogy van egy ilyen 25 és 45 közötti korosztály, akik főleg nők egyébként, ez a korcsoport és ez a női érdeklődők köréből jönnek a klienseink főképp. És szeretik a termékeket, és nagyon dicsérik, és nagyon jókat mondanak, és ez mindig feltölt, mert rengeteg stressz van egy céggel, és egy olyan dologgal, ami az emberek számára szokatlan. Ami nagyon furcsa az, hogy a legtöbb kliensünk az bukaresti, és Budapest felé még nem tudtunk terjeszkedni. És ezen nagyon meglepődtem, hogy inkább vevő a bukaresti közönségre, illetve Szászföld. Igaz, hogy ott is nagyon sok a külföldi és a bukaresti befektető. És egyébként olyan helyeken is van már kapcsolónk, mint Szilágy Somjó, Déva. Tényleg meglepő helyeken, olyan városokban, amikre nem is gondoltunk. Lehet-e olyat mondani, hogy mire vagytok a legbüszkébbek, hogy melyik az az épület, ahol a legjobban örventek annak, hogy ott megtalálhatók a termékeitek gyakorlatilag? Hát azt hiszem, hogy a római katolikus püspöki palota egyértelműen az, ami a csúcs, és nagyon sokat segítettek nekünk egyébként abban, hogy ez a cég működhessen, mert szinte még a termékünk alig létezett, amikor ők vállalták, hogy a múzeumi termeket a mi kapcsolóinkkal szerelik fel, és konnektorainkkal. Hatalmas bizalom kellett ahhoz, hogy egy ilyen kezdő céget ilyesmivel megbízzanak, de azt hiszem, hogy remélem, hogy jól sikerült, amit csináltunk, és meg vannak vele elégedve. Neked személyesen mi a kedvenc részed ebből a műhely munkából, abból, hogy létrejött ez a vállalkozás, és működik, és alkalmazottakat lát, illetve hogy gyönyörű végtermékeitek vannak? Azt hiszem, hogy ez mind. Az összhatás, az ugye, összhatás, mint a színekkel. Hát, itt nagyon sok mindenről tudnék beszélni. Hát, rajta. Hát, akkor ezt is kezdem az elején, mint a többit. Az egész onnan indult, hogy nagyon szeretem és nagyon szeretjük az építészetet és a történelmi építészetet elsősorban. És a századfordulóval sokat foglalkoztunk a férjemmel, és foglalkozunk most is. És van ott egy olyan csoda, amit összművészetnek hívnak, ami arról szól, hogy egy alkotónak a keze alól kerül ki minden egyes részlet, amivel felszerelnek egy épületet, tehát a homlokzati díszítéseken keresztül az utolsó kilincsig, vagy csengőig, vagy villanykapcsolóig míves, szép termékek voltak a századfordulón, és ezt szerettük volna valahogy visszahozni. És ez az egyik öröme a dolognak, hogy valóban ezt meg lehet csinálni ma, és lehet szép terméket létrehozni, és az emberek beteszik ezt a házaikba, és nap mint nap használják, és ennek van egy nagyon nagy örömfaktora. De azon kívül az is, hogy Váradon lehetett egy ilyen műhelyt létrehozni, és embereknek munkát adni, és azt is tudnotok kell, hogy ez nem úgy működött, hogy feladtunk egy hirdetést, hogy ki az, aki jönne és itt dolgozna, hanem egy baráti körből alakult ki a csapat, és valóban elég családias a hangulat, és nagyon, nagyon közel állunk egymáshoz, és szinte minden időnket együtt töltjük. És hogy ezt meg lehetett csinálni, hogy úgy, ahogy, még kezdetlegesen, még ha nem is igazán megélni belőle, de azért reméljük, hogy előbb-utóbb meg tudunk mindannyian élni ebből. Hogyan néz ki nálatok a munkafolyamat? Csak megrendelésre dolgoztak, vagy vannak sorozatgyártott dolgok? Milyen ez a folyamat magából? Alapvetően van egy termékskálánk, amit folyamatosan fejlesztünk. Most elveszek innen egyet, mutatok. Tehát, hogy például egy ilyen porcelántányérka, ami
a kapcsolónak a technikai részével összeszerelendő. Ez egy prototípus alapján készült, és sokszorosítjuk őket. Tehát ezek sokszorosított termékek, de rengetegféle mázat is használunk, és általában egy-egy darabot nem nagyon szoktak tőlünk vásárolni. Van, aki azt keresi, hogy mondjuk a szobájába tesz egy kapcsolót, ilyen is van, de a legtöbb az, az az olyan megrendelés, ami kifejezetten egy-egy lakásra, házra vonatkozik. A teljes felszereltségre, úgymond. Igen, igen, amivel elég sok problémánk volt, mert egyenként kellett ezeket a prototípusokat létrehozni, és ezeket a termékeket, és kezdtük azzal, hogy van-e konnektor. Még nincs, de lesz. Most ott tartunk, hogy kombinált kapcsoló és konnektor is van, meg internet duga is van, tehát fejlesztjük. És próbálunk az egyéni igényekhez is igazodni, de ez azért nagyon nehéz. Tehát, hogyha mindenki külön kéréssel fordul felénk, akkor nagyon lassítja a munkafolyamatot. De van egy színskálánk, ebből válogatnak. Van, hogy egy bizonyos színhez kell találtatni, akkor ez egy kicsit, amint mondtam, időigényesebb, az egy kicsit több pénzbe kerül, de igyekszünk mindent megoldani, amit kérnek tőlünk. És akkor gyakorlatilag az történik, hogy bejön hozzátok a megrendelést, folyamatosan egyeztettek, létrehozzátok, és futára vagy valamilyen módszerrel megkapja a vevő a... Igen. Uh-huh. Igen. És mik a visszajelzések? Szoktatok kapni ilyen fotós visszajelzés, hogy jó, megkaptunk, nagyon szép, mi hogy mutat? Igen, igen, és nagyon örülünk neki. Több klienstől nem kaptunk, és most azon gondolkozom, hogy ezeket hogy lehetne bevasalni. De nagyon gyakori, hogy már a kicsomagolást is felteszik az Instagramra, vagy utána posztolnak, és akkor azzal tulajdonképpen ezen keresztül ismernek meg minket a legtöbben. És nagyon-nagyon jókat mondanak, és általában nagyon elégedettek, és ennek mi nagyon örvendünk. Mi az érzésed, vagy tapasztalatod, nehéz az esztétikusat eladni? Most vállalkozás, mint vállalkozót kérdezlek, vagy vállalkozás szempontjából. Hát azt hiszem, hogy kialakulóban van egy olyan generáció, amelyiknek már nem annyira. Azt megfigyeltem, hogy azok, akik mondjuk a szocializmusban nőttek fel, azok kicsit úgy viszonyulnak ehhez, hogy jó, hát ez minek, amikor az olcsó is jó, vagy egyáltalán mi ez a retro, hát ez minket nem érdekel. De a fiatalok nyitottak, ezt vettem észre. Mivel tervezitek még meglepni ezt a vásárlói közeget? Mivel szeretnétek még bővíteni a terméklistátokat? Van egy áruválság a világban, ami nagyon megnehezíti a dolgunkat, mert nagyon nehéz beszerezni az elektronikai részeket. De ezen kívül például vannak ezek a divatos moduláris kapcsolók, amiket az igényesebbek választanak általában az áruházakból, és a villanyszerelők is nagyon sokszor választják a moduláris kapcsolóknak a dobozokat, és sajnos ezekkel mi nem tudjuk összeszerelni a kapcsolókat, mert mi a klasszikus kerekdobozra alakítottuk ki a rendszert pont azért, hogy minél több helyre találjon. Úgyhogy ezt is meg kell valahogy oldanunk, akkor a külső kábeles kapcsolókat és konnektorokat is létre kell hoznunk, igen, mert van egy vásárlói réteg, akik kifejezetten a textil kábeleket szeretik, és az ilyen ipariasabb dolgokat, hogy nem a falon belül vannak a kapcsolók, hanem kívül. Akkor most kitaláltuk, hogy meg kell próbáljuk a konnektoroknak van ez a gyerekvédő dugasza, amit szintén megpróbálunk porcelánból megcsinálni. Szóval rengeteg a dolog. Rengeteg a dolog. Hát azt hiszem, hogyha fent tudnánk tartani ezt a műhelyt úgy, hogy mindannyian nyugodtan megéljünk belőle, és felvennénk még embereket, és bővítenénk a gyártókapacitást is. Nem, én semmiképpen nem szeretnék egy, tudom, a kollégáimmal vitatkozunk erről, én nem vagyok híve annak, hogy nagyon, nagyon nagy gyárat hozzunk ebből létre. Tehát mindenképpen szeretném ezt a közösségi szintet megtartani,
De ha többen lennénk, több helyünk lenne, több mindent gyártanánk, az nagyon szép lenne, és én azt is célként tűztem ki még az elején, hogy ne csak feltétlenül porcelángyártással foglalkozzunk, hanem helyet adjon a cég többféle kézműves munkának, vagy akár művészi munkának is egyébként. A szomszédban van mellettünk festőműterem is, meg szeretném, hogyha grafikai műterem is lenne, amiben dolgozni tudnánk, tehát épp ez lenne a jó, hogyha ezeket a különböző művészeti ágakat valahogy egy fedél alá lehetne hozni, és egy olyan brandet hozhatnánk létre, amelyben ezek szépen megférnek egymással, kiegészítik egymást, és a helyi művészeknek munkát adna. Akkor ezt sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen. Mi pedig köszönjük a beszélgetést, Cilka. Én is köszönöm. Köszönjük szépen a kedves nézők figyelmét is. Az Érhangja Televízió Értéka magazinját láthatták. A viszontlátásra!